A Tamási termálfürdőben még 2021. november 1-én a késő délutáni órákban csaptak fel a lángok a nyitvatartási idő alatt. A tűz, amelyet az ott dolgozók eloltottak, egy emeleti medence lambériás részénél keletkezett, de miután a füst ezután sem szűnt meg, így a kiérkezett tűzoltó egységek megkezdték a tetőhéjazat bontását, mint egy 500 négyzetméter felületű tetőburkolat és szigetelés égett. Az oltásban hat gépjármű fecskendővel csak nem 40 tűzoltó vett részt. A káresemény megtörténte óta az üzemeltető és Tamási Város önkormányzata azon dolgozott, hogy a Tamási termálfürdő minél előbb újra fogadhassa a pihenni és feltöltődni vágyó vendégeit. Az üzemeltető a város honlapján jelentette be, hogy 2022. január végétől részlegesen bár, de újra megnyitják a kapukat. A hatóság Jelen esetben a katasztrófa védelemnek a, a hivatalos vizsgálata lezárult. Ahogy a sejthető volt, a, a tüzet elektromos hiba okozta, de e, emberi mulasztást, e, e, illetve a üzemeltető felelősségét nem állapította meg a vizsgálat. A tamási termálfürdő sérült tetőszerkezetének részleges helyreállítása megkezdődött. A strandolni vágyok pedig hamarosan újra élvezhetik a gyógyvíz jótékony erejét. Január 29-én részlegesen ugyan, de újra nyit a Tamási fürdő. A részleges nyitás pedig azt jelenti, hogy a világ teljes egészében és két külső termálmedence nyilván a öltöző és kiszolgáló épületekkel együtt meg tudja nyitni a, a kapuit. A leégett tetőszerkezet teljes helyreállítási munkálatai a régi fürdő újjáépítésével egy időben zajlanak majd.